60 évvel ezelőtt járt először ember a világűrben. Jurij Gagarin 1961. április 12-én indult útnak Vosztok 1-es űrhajójával Bajkonurból. Egyszer megkerülte a Földet, a repülés 108 percig tartott. A világ első űrhajósa a mai napig rendkívül népszerű Oroszországban. Több művész is megörökítette fali képeken, szobrokon, mozaikokon. A Szmolenszki régióban fekvő Klusinóban múzeummá alakították Jurij Gagarin szülőházát. Nagyon szerette az embereket, mindenkinek próbált segíteni, ha tudott. Tökéletesen megértette a fontosságát, mivel az űrrepülés után nagyon tisztelték. Megértette, hogy bejuthat bármely minisztériumba, bármelyik miniszterhez kérés nélkül, mondta Tamara Filatova, Gagarin unokahúga. Gagarin paraszt családban született, három testvére volt. Egy várost építettek föl a közelben, neki köszönhetően, és egy kulturális központot is fölépítettek, hála neki. Nélküle ez nem történt volna meg. Nélküle ez a falu is eltűnt volna, mint néhány másik a környéken, mondta egyik egykori szomszédjuk. Gagarin óriási dicsőséget szerzett a Szovjetuniónak, amely a Sputnik műhold fellövése után az emberes űrrepülés terén is megelőzte az Egyesült Államokat. Jurij Gagarin repülése a büszkeségünk. Mi több, Gagarin repülésének köszönhető, hogy az orosz az űrkommunikáció nyelve. Biztos vagyok benne, hogy ha nem Gagarin lett volna az első ember az űrben, akkor az angol lenne egyedül az űrkommunikáció nyelve, magyarázza Gagarin életrajzírója. Jurij Gagarin csak 7 évig élvezhette a népszerűséget. 1968. márciusában repülőszerencsétlenség áldozata lett. Lezuhant egy MiG-15-ös géppel. A baleset okát nem közölték, mert az súlyos presztízsveszteség lett volna a szovjet légierőnek.